Hello mindenkinek, sziasztok srácok, Indani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Sonicnak fogjuk a bázisát, vagyis az élőhelyét megnézni, hogy hol is lehet pillanatilag, mert azért mégiscsak, nem tudom, most jön ugye ki ugye az új Sonic film, nem tudom, láttátok-e, meg ilyenek, aztán én nem tudom, alapból amúgy maga a film az nekem nagyon tetszett, szóval kíváncsi vagyok, hogy a Minecraftban hol is lakhat egy ilyen személy, közben, bocsi a hangér, de amúgy ahogy hallom, jött valami feliratkozó, na mindegy. A stream beállítások nekem még be vannak állítva. Nos, kivágunk ugye egy kis fát, és akkor neki is indulunk. Nem fog sokáig szerintem tartani. Csak ugye csinálunk egy egy kardot, egy csákányt, meg ilyeneket, aztán ennyi. Nem fogom én itt nagyon izélni húzni az időt, csak tényleg a legfontosabb dolgokat gyors kiszedem. Jó, na, ássunk is le. És mi volt ez a hang? Valaki, mint hogyha ütögetett volna itt valami blokkokat, na mindegy. Gyors, akkor szedjük ki a köveket. Csináljunk egy kardot, és egy baltát, meg egy csákányt. Aztán ennyi, és indulunk is. Na, közben srácok, ugye el szeretném nektek mondani, hogy ugye nemrégiben elindult az új Twitch csatornám, és nagyon örülnék, hogyha minél többen feliratkoznátok, vagyis hát követnétek úgymond a Twitch csatornán, ugyanis ott is nagyon-nagyon, de nagyon sok streamet szeretnék csinálni, és valaki befedett engem. Szóval nagyon sok streamet szeretnék csinálni. Most nincs elég fám, ja de ott van, oké, már csináltam ezért. Szóval a legtöbb streamem az mostantól Twitch-en lesz, és nagyon örülnék, hogyha amilyen csak tudnátok, be tudnátok ott követni engem. Nagyon fontos lenne, közben annyira felkészületlen vagyok, meg van nekem itt nyitva ilyen Facebook, meg minden. Szóval ezért tényleg bocsi srácok. Nem baj, ezeket már bezártam, nyugi. Szerintem nem hiszem, hogy annyira zavaró. Amúgy egy nagyon egy olyan dolog, ami nekem nagyon izé szokott lenni, ilyen fájdalmam. Miért ütöd neki a... Nem tudom, mi történik itt, de nagyon furcsa. Szóval... Miért... Mi történik, srácok? Most ez... Ez nem tudom, ez már inkább kezd ijesztő lenni. Szóval, ugye amikor valaki... Van egy streamer, vagy egy youtuber, és mondjuk ugye... Hallom nála, hogy jött Messengeren, vagy Facebookon ugye egy üzenet. És ilyen pittyogó hangot ad ki. Akkor izé... Amúgy most vettem észre, hogy mi vikini fenéken vagyunk, srácok. Mit keresünk vikini fenéken? Sonic, miért lenne bikini fenéken? Vagy értitek? Tehát, vagy bikini fenék, sorry, nem bikini, de mindegy, úgy kell kiejteni, bikini fenék, vagy bikini fenék, tök mindegy, na. Nem tudom, hogy most itt melyik házba lesz, tehát Patriknak, vagy Tunyacsápnak, vagy Spongyobnak a házába, vagy egyikbe se, de én azt mondom, hogy szép sorba, akkor megnézzük, hogy hol lesznek. Benézzünk először Patriknak a házába. Milyen királyházval lett már Patriknak, halljátok valami? Miért villámoznak meg? Nem tudom, mik ezek a hangok, srácok, de nagyon izé. Nagyon kezd para lenni. Itt egy tévé, igen, itt van Patriknak a kis tévés szobája. Ez itt meg a hátsó kiárat, ahogy látom, ezt be is csukom. Hát Patrik nincs itthon, de mindegy, nem baj. Ez lesz itt Tunyacsápnak a háza. Tunyacsáp háza, igen. Emelet, igen. Konyha, igen. Hát nem tudom. Nagyon itt semmit se látok. Mik vannak itt? Hálószoba. Ez is üres, nem nagyon találom itt, ahogy látom Sonicot. Itt valami fürdőszoba, jó, mindegy. Akkor átmegyünk Spongyobnak a házába. Szerintem valószínű ugye, hogy ott lesz. Mégiscsak azért Spongyob általában az ilyen mindenben az ilyen hunyó, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Mi van ide írva? Spongyob háza, várjatok. Postaláda. Ó, könyvéstól, na nézzük. Riptunyacsáp, jó barátom, ez a gonosz lény örökre. Mi örökölte a házat? Sajnálom. Tessék? Ezt nem teljesen értettem. Furcsa, na mi mindegy, jó. Alapból itt a alsó emeletet szerintem megnézzük. Itt sincs semmi, most amúgy mindenki, senki nincs itthon, se Spongyabob, se Tunyacsáp. Senkit nagyon nem látok itt itthon, ami eléggé érdekes. Itt sincs semmi, de amúgy nagyon jól néz ki Spongyobnak a háza, ez is nagyon tetszik. Itt is egy átlagos fürdőszoba. Jó, azt mondom, hogy itt azért felnézek, így az dobálódnak ide ilyen potik meg ilyenek. Nem tudom, hogy tényleg mik ezek, srácok, és villám meg esteret, mi történik? Ott van valami. Tunyacsáp házának a tetején van valami, na várjatok. Visszamegyek, mert nem hiszem, hogy át tudnék odaépíteni. A tetőre nem néztünk volna fel? Azt hiszem, hogy igen, a tetőre nem néztünk fel. Jó, Tunyacsápnak, házának, igen, itt van a tető. Jó, felnézünk a tetőre. Nézzük, hogy... itt van Sonic. És tényleg itt van Sonic. Napozik? Vagy fekszik? Vagy nem tudom, mit csinál. Tető. Itt egy... zenél. Oké. És most nekem itt... Mit kéne most...
De az a gond, hogy nem tudom, hogy most leleplezhetem-e magamat, vagy mit kéne csinálnom. Ja, amúgy itt volt valahol egy láda, srácok, nem? De, itt volt a láda. Igen, itt volt a láda, eszembe jutott. Na, várjatok. Oké. Okay. Ne. Milyen cuccok vannak itt, srácok? Mik vannak itt? Klarinét! Azt a milyen cucc! Na, várjatok, kéne gyors egy crafting table. Jó. Gyorsan egy crafting table-t, és csinálunk magunknak egy izét. Egy diaszettet, hogy védve legyünk. Nem tudom, hogy mi volt abba a spongyobnak oda izéhez írva. A könyvben, hogy gonosz lény beköltözött ugye a csepp házába, tehát Sonic gonosz lenne, srácok. Nem tudom, én valahogy nem tudom elképzelni, hogy Sonos egy, vagy Sonos, Sonic egy ilyen gonosz lény lenne. Várjatok, elrendezem a cuccokat, erőpóti meg minden. Vagy íjat is ide azért berakom. Jó, így nagyjából így jó lesz, nagyon sok cuccom van most, egy kőcsákány is kéne. Jó, eltűnt. Hova tűnt? Hova ment, srácok? Lement volna? Na várjatok, én is lemegyek, megnézem, hogy talán nappali, oké. Okay. Mi a... Begyújtotta, oké, okay, azt tudom, hogy felgyújtja a házat. Begyújtotta a kemencét. Na várjatok, bevújok ide a kemencem mellé, így csak nem fog észrevenni. Hogy esetleg valahogy meglesni, hogy mit csinál. Aha. Ahogy látom, éppen süt. Mit? Ezekért hangokért, bocsi, srácok. Lol, kivettem a kajáját. Kivettem a kajáját a izéből. Amikor amúgy ilyen hangot hallottok, akkor az azt jelenti, hogy feliratkozik valaki a csatornámra. Ezért tényleg bocs, de amúgy mindegy. Na. Sonic most mit csinál? Most sütöget? Most süt? Vagy... Várjatok már. Jó. Tele van hússal. Jó, én megtrollkodom. Nem vesz észre? Elment mellettem, nagyon béna. Jó, mindegy. Kiveszem a húsokat. Nem tudom, hogy ezzel most bármiféle... elment itthonról. Na várjatok, én követem. Követem. LOL! Aha, igen, Sonic szuper gyors, elfutott konkrétan, jó. Most nekem itt kéne valamit keresnem itt nála? Várjatok, a konyhában esetleg nem rejtette valamit? Semmit. Semmit nem látok a konyhában. Mit kell keresnem most, srácok? Megtaláltam azt a erős... visszajött. Ajaj, visszajött, várjatok, bebújok ide. Itt, oké. Okay. Jaj, ne. Jajne, 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 jajne. Jó, oké. Okay. Fürdik, jaj. Lebukottunk. Hello. Ne, Sonic. Ne már. Sonic, figyelj, békével jöttem. Hello, szia. Van egy klarinétom is amúgy. Sonic, ne. Meg tudom magamat védeni, hogyha bármi gond van, szóval ezt hagyd abba. Hagyd abba, itt most te vagy kettőnk közül, aki bajba van. Akarom mondani. Szóval Sonic, azonnal állj le. Ugyanis nagyon erős klarinétom, és nem félek használni, hogyha esetleg meg akarnál engem támadni. Most nagyon izék. Komolyak vagyunk, na várjatok, beveszek egy ilyen erőt, lehet, hogy ennek lesz valami értelme. Meg beveszek azért még egy ópiamat, úgyis tele vagyok. Mit keresel az új házamba? Amúgy hello, betörő, ez miért a te házad, Sonic? Hol van Tunyacsáp? Mi történt vele? Vagy így értetted, hogyha Tunyacsáp nem is élne, miért hagynál rád a házát? Vagy nem tudom, tehát, hogy mi? Mi történt? És ha most kiderül, hogy te tetted ezt a gonoszságot, vagy valami gonoszságot vele, Tunyacsáp jelenleg kórházban van, és addig te laksz itt, gondolom, vagy te rám hagyta a házat, mert jóba voltam vele. Ez valóban így történt? Hát, és akkor mit jelent az az üzenet, amit Spongyob háza előtt találtam? Hogy az a gonosz ördögi lény lakik itt. Igen, ezt mondta rólad Spongyob, nem kell itt izélni. Na, szóval az mit jelent, kedves Sonic? Hogyha nem azt, hogy esetleg tetted el lábalól Tunyacsápot. Erre válom a válaszokat, kedves Sonic. Ha erre nincs megfelelő válaszod, akkor hát sajnálom, de... Mi? Én nem értem, mit akar ezzel. Aha, oké, okay, elment. Elment aludni. Sonic! Sonic! Kelj fel! Nem alszunk, ide figyelj! Na! Hol van Tunyacsáp? Azt mondod, hogy melyik kórházban van? Ne ütöges! Melyik kórházban van Tunyacsáp? Azt szépen mondd el, és megkeresik a következő videóba akkor. Nem hiszem el, hogy egyszerűen tényleg Tunyacsáp csak így lelépett volna. Vagyis hát, hogy mitől lenne kórházba? Tényleg? Azt is írd már le, hogyha ezzel meg, hogy mit, miért van kórházba? Elvitték a bikini feneki kórházba, fenéki kórházba. Miért van kórházba? Azt mondd el nekem. Kíváncsi vagyok, hogy vajon te miattad van esetleg? Mondjuk úgyse fogja bevallani.
Szóval feleslegesen zaklatjuk ezzel, mert biztos, hogy nem fogja elmondani, hogyha ő miatta van. De valahogy ki kell derítenünk, srácok. És ez több, mint valószínűleg ez majd a következő videóban fog ízélni. Súlyos beteg elvileg tüdőgyulladása van, komoly. Aha. Jó, oké, rendben van, Sonic. Hát akkor én örültem a találkozásnak. És a következő videóban akkor én el fogok menni, és meg fogom kérdezni, hogy valóban így van-e. Hogyha tényleg így van, akkor oké. Hogyha nem, akkor viszont nagyon nagy bajba leszel, csak szólok. Nem, nem ütögetsz. Itt kettőnk közül most én vagyok pillanatilag a erősebb. Én ezt nagyon úgy érzem. Főleg ezzel a király klarinéttal. Ne fenyegessél, mert megbánod. Igen? Valóban? Na mi lesz? Mondjad, mi lesz, Sonic. Mondjad, hogy mi lesz. Igen? Igen, várom. Várom a válaszodat. Mi lesz, hogyha esetleg megfenyegetlek? Pillanatilag nálam van olyan erő, ilyen klarinét, sőt tüske is van rajta szerintem. Igen, van. Rád küldöm a csapatomat. Na, kérlek, Sonic, üss meg, hogyha mersz. Üss meg, hogyha mersz, Sonic. Tessék, üss belém. Üss belém, nézzük, hogy mi lesz. Hogyha jól tudom, hogy Sonicnak több élete van, de nem tudom, nem vagyok ennek biztos, hogy hogy megy ez az izéknél. Csak elfelejtetted, hogy nekem van egy képességem. Üss meg, kérlek szépen, Sonic. Eltűnt a cuccom. Eltűnt a cuccom. Ne! Ne már! Sonic, jó, oké, béke, békességben benne vagyok. Sok siker, dehogy nem. Benne vagyok. Benne vagyok. Kapsz csokis sütit meg mindent. Sonic, léci. Léci, ne már! Visszabírom, hogy ütni? Lehet, hogy visszabírom ütni a izéket. Jó, visszabírtam ütni, lol. De király. Na mi van? Na mi van, Sonic? Na mi van? Na dobáld! Jó, ez nem vált be. Ez is nagyon... jó, oké, ezt visszaütöttem. Na mi van, Sonic? Na mi van, Sonic? Na mi van, Sonic? Na hogy vagy? Na mi a helyzet? Na, ez így nagyon-nagyon nehéz lesz megölnünk. Na várjatok! Ajaj, ez így már nagyon erős, ez így már nagyon-nagyon erős. Jó, oké, vissza kéne ütni. Vissza kéne ütni mindet, srácok, és lehet, hogy lenne esélyünk ellene. Ne már! Ez hogy? Mindegy, akkor neki támadok kézzel nekem, mert úristen, miért repültem. De mi van, Sonic? Na, hogyha közel megyek hozzá, akkor lehet, hogy magát is felrobbantja egybe. Jó, gyere. Na mi van? Ennyi volt, easy. Jaj, srácok. Hát sajnálom Sonicot, és hát nem sajnálom, de bánom, na mindegy. Ő támadott nekünk, muszáj volt valahogy megvédenünk magunkat. Srácok, a következő videóban, vagy valamelyik videóban meg ki kéne deríteni, hogy tunyacsáppal mi igazából a helyzet, és majd meg fogjuk látni, de mindegy. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ugye 2 perc múlva következik a nagy csatornám és a premier, legyetek ott, és hát ja, sziasztok!